Ez mi ez valami? Csillogó varázspálca. Valami jó legyen! Sziasztok srácok, és üdvözlök titeket újra itt a csatornám. Hogyha mostanában ennyire visszatértünk a Robloxhoz, mert egyre királyabb játékokat találok újra és újra, meg Dávid is csatlakozik egy csomószor, akkor szerintem térjünk vissza egy régi favorithoz. Ki az, aki elég régi feliratkozó a csatornán, hogy emlékezzen a The Lone Mowing Simulator. Azaz a fűnyíró szimulátorra. Egy chill, egy relax kis játék, ahol füvet kell nyírni. Ja, ennyi. Na, én már nagyon-nagyon régen voltam, nem is emlékszem. Aki szemfüles az, és van kedve, azt tekerjen vissza a csatornán, nézze meg, hogy utoljára mikor voltam én a Lone Mowing Simulatorbe, és nézzük is, hogy azóta mit változott a játék. Azt mondja, hogy ötszörös pénz. Wow, ő mekkora kaszával járkál itt. A zene! Úristen, de régen játszottam ezzel a játékkal. De szerettem én ezt. De szerettem én ezt a kis chilles játékot. Szóval, aki nem nagyon ismerne a játékot, füvet kell nyírni, fellevelápolni a cuccaidat, és igazából ennyi. Én most, hú, nem is emlékszem, 49 bém van. Van Rebirth tokenem. Úristen, nem is nagyon emlékszem. Na, várjátok. Azt tuti, hogy elő tudom venni a fűnyinyimet. Wow, be is indult. Kicsit lejjebb hakítjuk. Igen. És igen. Elég nagy a range-em, és elég nagy a speed-em is. Vannak ezek a különböző szigetek, ahova belépsz, akkor többszörös szorzó lesz. Az azt jelenti, hogy a levágott fűnek a többszörösét kapod meg. Már ilyen animációk is vannak minden. Na, hova tudunk bemenni? Candylandbe be tudunk menni, úgy látom. Talán ezek a legkisebbek, és erre vannak az egyre-egyre nagyobbak. Mindjárt vissza is menjünk. Ez a Rebirth Island. Próbáljuk ki. Az újjászülető sziget. És innen is vannak további szigetek? Na, ezt már nevezem. Gondolom majd Rebirth-höz lesz kötve. Ez még régen nem volt. Így van. Ez már Rebirth-ökhez van kötve, újjászületésekhez. Itt 6-szoros nyírási sebesség van, ami azt jelenti, hogy amennyit összeszedünk, az 6-szoros értékű. Na, menjünk vissza, adjuk el, amink van. Ide, ha itt eladjuk, akkor ér többet. Most van 6,74 ténk. Úgyhogy vegyünk is új fűnyírót. Úristen, régen nem volt ennyi mi. Nem, ilyenek biztos, hogy nem voltak. Vegyük meg az összeset, amit tudunk most, hogy nézzük meg, hogy mennyire elég a pénzünk. Hanyas. Igen. Ez van nekünk. Nem is emlékszem, hogy ez melyik tájére. T71. És milyen petjeim vannak. Azt mondja, hogy itt tudunk upgrade-eket venni, hogy gyorsabbak legyünk, vagy több férjen a táskánkba. Viszont én, ha jól emlékszem, annó megvettem, hogy ugye teljesen végtelen táskám legyen, és végtelen mennyiségű tutti juice férjen bele. Srácok, amíg nem kóstoltátok meg az isteni finom tutti frutti ízű üdítőitalunkat koffein nélkül, vitaminokkal, akkor nem is tudom, hogy mire vártok. Szóval, egy kicsit a range-en. Ez ilyen hangos, erre emlékszem. Kicsit a range-en és egy kicsit a speed-en növesztünk, sőt, nem is kicsit. Bocsi, ez ilyen hangos és nagyon sokáig ott lesz, ezt azóta se sikerült nekik kiavítani. Jó. Órák kérdése! Na nézzük, wow! Ez nem is fűnyíró, ez már... Ez flamethrower. Oké, ez azért elég kemény. Ha újjászületünk, akkor ugye elveszítünk mindenünket, viszont nagyobb szorzókkal indulunk újra. Az, hogy hányszor rebirth-öltünk, tehát hány rebirth pontunk van, arra már nem is emlékszem, hogy hol lehet megnézni, mert itt csak az van, hogy 130 ilyen rebirth tokenem van. De az, hogy hányszor rebirth-öltem, arra nem emlékszem. El akarok menni megnézni a legnagyobb, ez melyik ez a rebirth shop, ez a pet shop. El akarok menni megnézni, melyik a legnagyobb sziget. Ott emlékszem, hogy volt olyan, hogy fel lehetett ugrani fára. Emlékeztek ti is? Ez az. Ez az? A buzz, ez az hát. És ott van fent egy ilyen... Jaj, a zene is. A zene is megvan. Itt kellett feljumpolni a fákra. Ezt egyszer videóban megcsináltam, még egyszer biztos, hogy nem fogom megcsinálni. Mert azt jelentkötök, ott nagyon jó petek vannak, azt mondtátok. Isten ments, hogy még egyszer felmegyek. És itt még van egy olyan, ahol be tudom gyűjteni a farmula pénzemet. Így van! Úristen, 6,53 Q, várjátok, közben Kinga hív.
Hát te találsz valami jó sütit, úgyis a sütés részhez. Egy marcipán figurát hoz nekem. Szóval ismét rengeteg pénzünk van, erre emlékeztem. Jézus Máriám, nagyon rég voltam ebben a játékban. Van Flower Farm, ebből is van 100 milliónk. Itt van a Rebirth Shop, ahol ez a nagyon megkérdőjelezhető gomba táncol. És még van egy VIP rész, most így magamnak mondogatom ezeket újra. Itt van a VIP... megint kaptam egy csomót. Itt van a VIP rész, így van. Itt nem is emlékszem, mit lehetett csinálni, nem a fűnyírás volt itt a lényeg, hanem talán itt lehetett, ha kristályosítani a petjeinket, és akkor még többet értek. Úristen, de jó visszatérni ebbe a játékba. Na, menjünk és vegyünk új fűnyírót. Ki akarom maxolni? Mennyit tudok megvenni összesen? Mennyire tudunk felmenni? Várjál, hol jártunk? Itt jártunk, és most egészen ideig leértünk. Azt a... hát ez elég megkérdőjelezhetően néz ki. Ez mi ez valami... csillogó varázspálca. Úristen, a kez... nézzétek már, mi van a kezemmel! Leszakad a testemről! Na mindegy. Vegyünk még egy kis range-t. Bocsi, gyorsan végignyomkodom. Azt az eget, hogy ezt nem csinálták meg. Jó. És akkor menjünk a Rebirth-ös helyre, mert ott ért a legtöbbet, ha az eladás. Úristen. Szedjük el ezt a varázsbotot. Azért ez eléggé kemény egy range már. Na menjünk át, mondom, a Rebirth szigetre. Hol ott 6-szorosat ért. Ha jól láttam, a méhecskés szigeten sem ért 6-szorosat. Úgyhogy itt érdemes nekünk füvet nyinyizni. Ez volt az a chilles játék, amiközben beszélgettünk, meg emlékeztek, új angol szavakat tanultunk. Na azt mondja, hogy én még átmehetek erre a következőre is. Azt hittem, hogy itt 7,5-szeres. Na ez az. Itt még többszöröst ér. Itt még többszöröst ér. Ígyni. Szépen gyűjtsük a pénzt. Ahhoz, hogy mindjárt újra rebirth-ölhessünk. Most 99-esek vagyunk, szerintem elmegyek 100-ra. Itt eladok. Jó, itt milyen petek? Ú, itt is lehet peteket. 15 000 virágér... Ú, a fülem. Na nézzük, mi lesz, valami jó legyen! Huk! Ez mi? Florist slime-ot kaptam. Pets? Nem is emlékszem, hogy ezek hogy mind működnek. Hogy nézett ki? Szerintem ezek nekem ilyen régi petek. Ez a florist. Nem? Ezt kaptam. 14-szeres, 14-szeres. Nézzük nekem, milyen vannak. 15-szeres. Ó. Egész jót nyitottunk elsőre, figyeljetek már. Ezt le is cserélhetjük. Ezt. Lecserélhetjük erre. Így né. Már is többet érünk, ahogy elindultunk, hogy elkezdtünk már. A megint van 532 quadrillion. Quadrillion. Quadramillionünk. És szerintem én ezt most így, aztán vissza, meg megint vissza, csak még ezt, amit itt gyűjt. Várjál, itt is? Ó, itt is van low moving shop, figyelj. Shop. Na. Úristen amúgy ezeket mind állokolni. Megvesztük az összeset. Ez most hova visz fel minket? 99-esek voltunk, most 119-esek vagyunk. Milyen fűnyírink van. Ó, hát ez már egy valami ízé, föltúró rotációs kapa. Nem köszönöm, nem akarok ilyet. És akkor rebirth-öljünk. Azt mondja, hogy a rebirth, igen, 5 ticketet kapok. 5 ticketet kapok. Figyeljetek! Újjászületés! Újra love level, újra a rozsdás kis fűnyíróval. De, ugye a pénzünk... Ú, itt meghagyhattam volna a pénzt. Nem baj, így is kaptunk egy csomót. De... Úristen, nézzétek már, mint a rendes, tényleg kis fűnyíróval indulnék el. Ó, itt van a VIP-izé, ahol nyithatok VIP cuccokat. Mindegy, most nem ezzel akarok foglalkozni majd. Ha szeretnétek, hogy ebből a videóból legyen folytatás, tudjátok, azt egy like-kal lehet jelezni, meg a komment szekcióba leírni. Na most. Eladjuk, amink van. És újra veszünk egy csomó mindent. Azt mondja, hogy buy all. Nézzük, ez a pénz mit hoz nekünk. Egész gyorsan feljöttünk level 52-re. Na, vegyünk magunknak, ez most megint hangos lesz. Mert az volt, hogyha rámegyek, hogy upgrade-eljen mindent, akkor a beget is upgrade-eli, holott nekünk abból ugye végtelen van, úgyhogy muszáj így végignyomkodnom. Azt az eget. De ami a speed-től is fontosabb, amit mindjárt elkezdünk, az ez. A range. Hogy minél több füvet levágjon. Minél több füvet levágjon. Énni. Jó. Most amíg ez itt zenél a szemembe, fülünkbe, addig, aha, már egyen jobb. Át is menjünk a Rebirth szigetre.
És megnézzük, hogy azt az eget! Ú, tesáim! Kemény, mi? Ez az, remélem ki is megsüketült. Nem, remélem ti nem. Ú, azt hittem leizzadok. Na, itt eladom. Ez már is többet ért. És azt mondja, hogy még mindig csak az első. Hol tudom megnézni, hogy hányszor rebirth-öltem? Ehhez 25 rebirth kell. Ezt nem lehet innen eltüntetni? Jó. 25 rebirth kell. Ez a stamp book, kódok, zene. Nem szeretjük ezt a zenét. Rebirth? Nem. Hányszor azt tudom megnézni? Ez lesz az? Akkor én még csak 7-szer rebirth-öltem. Ó. Oh. De 25 plusz kell. 25 újjászületés? 25-ször még, vagy most már megvan ugye 7, ami azt jelenti, hogy 18-szor kell még felmennem level 100-ra, ami nem lesz nehéz, mert már 52-esek vagyunk. Figyeljetek, eladjuk ezt. Hol van? Sell. Jó, shop. Buy all. És már 69-esek lettünk, értitek? 69, ha. Na jó, szerintem ez visszatérésnek elég is volt, megnéztük, mit újítottak a játékon, ez a Rebirth sziget, ez teljesen új, rengeteg új kis sziget érkezett a játékba, 350 plusz Rebirth, úristen, ebből egy streamet lehetne amúgy tolni. Nem is rossz ötlet. 500 Rebirth. Azt az eget. 750 Rebirth. Rebirth. Na figyelj, ez mennyi lesz? Ez a vissza. 750 rebirth, 750-szer kell elmenned level 100-ra. Oké, hogy egyre gyorsabb, de akkor is. Akkor is. Na nézzük, mennyire tudunk feljutni. Már 84-esek vagyunk. Még egy kevés. Ha rámegyek, hogy upgrade-ol, akkor... Naha, azt is mindegy. Itt sokkal gyorsabb, és csak egyszer kell meghallgatnom. Na, amúgy miért nem mentünk át arra a szigetre? De bolond vagyok. Amúgy milyen jól néz ki ez a sok sziget már. Jó. Na, én itt szedelőzködöm, eladogatok, meg ilyenek, és akkor még egyszer, srácok, ha szeretnétek, hogy a sorozat újra visszatérjen kicsit a csatornára, akkor azt egy like-kal tudjátok jelezni, ha nem, akkor nyugodtan nyomjatok egy dislike-ot ezzel jelezvén, hogy nem szeretnétek ebből újra videót. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és mint ez a játék idáig is volt, extrém chill ez a játék, ezért imádom. Oly annyira. Még gyorsan ezt elad, ha hagyadjam el. Tudom, hogy már 5-ször elköszöntem, vagyis 2-szer igazából. Ezt még eladom. Nézzük, meg lesz a level. 102. Next. Egy videóba 2 rebirth. Na jó van. Srácok, tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Újra a Rozsdás Fűnyíróval. Ti vagyok a legjobbak. És találkozunk holnap, meg minden egyes nap. A Tutti Juice legyen veletek. Sziasztok!